Nagyon örülünk a következő vendégeinknek. Itt van a stúdióban Pokorny Lia és Gáspár Sándor. Jó reggelt kívánunk! Bagó Bertalan rendezésében 22-től a játékszínben mutatjátok be az eastwicki boszorkányokat. Ugye ez egy olyan kultikus, szerintem a legtöbb ember számára egyébként a film van meg, valószínűleg, mert én is azt láttam. Én is. Mindenki látta akkor. És mindenkinek a Jack Nicholson, meg a három nagyon-nagyon-nagyon fura nőnek a jelleme. Michelle Pfeiffer kijátszik benne? A Cher és a Susan Sarandon. Így van. Fantasztikus film volt. Milyen lesz a darab? Nem ilyen. Nem, ez nem is elvár. Mert a darab sokkal jobb lesz. De a plakát nagyon módis, meg nagyon vagány. Igen, igen, igen. Természetesen egyáltalán nem törekedtünk arra, hogy a színdarab az olyan legyen, vagy ne olyan, tehát hogy egyáltalán nem ez volt a cél. Másrészt a Berci a regényből indult ki, ami egy picit más azért, mint a film. A film egy nagyon bájos horror paródiává alakul, ez nyilván a színházban kivitelezhetetlen, és nem is ez volt a lényeg. A második felvonás lehet, hogy ezért meglepi majd a nézőket, mert a humor az végig jelen van az előadásban, csak ez egy kicsit azért mélyebbre is megy majd. Tehát, hogy aki jön, az kicsit dobja el a filmet, mert felfedez majd nyilván elemeket, hiszen szituációkban emlékeztet majd, de aztán utána egy kicsit elkalandozunk másfelé, a második felvonásban. Mennyire volt kalandos a te részedről, vagy te oldaladról nézve ez a próbaidőszak, hogy maga darab? Most még nincs múlt idő, még próbálunk, még lakik benne vagyunk, de szeretném elmondani ezt az érdekességet, hogy végül is Tasnádi István, kortárs író, barátunk egy szenzációs színdarabot írt, bravúrosat, ebből a regényből egy helyszínben sűrítve a történetet, ami önmagában egy bravúr, és sok-sok szereplőt is össze tudott sűríteni, akárcsak a szomszéd házaspárról beszélünk, ami elég markánsan jelen van a történetben. Sőt, az egyik fordulópontja a történetnek. De amit talán még elmondhatok így septében, hogy a film természetesen nekem is nagyon izgalmas volt, bár elég régen láttam, de közben találkoztam egy fantasztikus előadással Magyarországon 15 évvel ezelőtt. Tasnádi István öccse, nagybátyja, Csaba rendezte Nyíregyházán az én testvéremmel. Tehát tulajdonképpen két Tasnádi is, két Gáspár is abdáikkal foglalkozott, és boldoggá tett 6 boszorkányt. És te azóta ütöd az asztalt, hogy ezt te is el akarod játszani. Hát nem. Teljesen meglepett a felkérés, de örömmel vállaltam. És kik még a boszorkányok? Lévai Viktória és Partinóra. És hát a szomszédházas a szülős Kéti Mea és Szegezdi Róbert. És tulajdonképpen amiért én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a darabot, vagy amitől azt hiszem, hogy kicsit mélyebbre nyúlik, hogy mi nők, ugye életünk különböző szakaszában, amikor a magánnyal találkozunk, és nagyon szeretnénk szerelmet, akkor elkezdjük így megrajzolni, hogy milyennek is kellene lenni ennek a férfinak, tehát hiba ne legyen benne, és itt van. és azt, hogy mondtátok a beszélgetésünk elején, hogy a vajas kenyér. A vajas kenyér, a csempény vajas kenyér. És egyszer csak annyira ideálisra színezzük, hogy ezt a végén meg fogjuk kapni. Csak amennyire ennek az ideának vannak magasságai, vannak mélységei, tehát nagy ára van annak, hogyha az ember nem egy hétköznapi életet szeretne élni, vagy nagyon nehezen küzd meg a saját magányával, és ezért egy ilyen szenvedélyes férfit szeretne magának teremteni. Mit szeretnek? Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz, nem is a kérdés egyszerű, inkább talán megválaszolni, hogy mit szeretnek ma Magyarországon a színházba járó vendégek. Nevetni szeretnek, gondolkozni szeretnek, a kettő ötvözet. Elmondom, hogy miért kérdezem, mert itt nagyon sok színházi premierrel, kultúrával kapcsolatos beszélgetés van, mármint itt ebben a reggeli műsorban. És nagyon sokszor fordult ez elő az elmúlt hetekben, hónapokban, amióta mondjuk én itt dolgozom, az nem olyan régóta van, az, hogy arról beszéltek színészek, hogy igen, ismerjük ezt a darabot régről, ez egy nagyon régi darab, de most felújítva, más köntösbe öltöztetve, korunk jellemrajzát lehet belőle kiolvasni. Az eastwicki boszorkányokban van valami, ami nagyon át van tipizálva mondjuk Magyarországra, vagy a jelenlegi helyzetre? Nem kell áttipizálni Updike-ot. Ugye közismert talán, hogy ő az amerikai vidéki protestáns középrétegről élt, ő volt a vidéki kisvárosok félrelépéseinek krónikása. Tehát így egy mondatban szokták ezt így tömöríteni, de a férfinő kapcsolatról, amit írt és amit tudott, az gyakorlatilag örökérvényű. Tehát az, amit a film mondjuk kicsit, talán az eladhatóság okán is túl spilázott nagyszerűen ezt az egész horror paródiát. Itt azért a valóság talaján vagyunk, és azok a remények, azok a be nem vált remények, hiányuk, magányuk tudják kitermelni, démonizálni a figurát, aki egyébként egyszerűen csak egy húsvér férfi. Na és akkor ez a férfi-női kapcsolat a férfi szempontjából hogy néz ki a darabban? Mert Lia elmondta, hogy hát nőként vigyázz, kire vágysz, mert még a végén megkapod. Igen. Tulajdonképpen azon polemizálna, hogy ki a kiszolgáltatottabb, talán fölösleges, azt gondolom, hogy minimum egy-egy, vagy három-egy. Hát nem. Ugyanúgy áldozata ő is ennek a történésnek, meghasonlik egy ponton, meghasonlik az az odaadás, és megszakad, amivel a hölgyeket elkápráztatja, és odaadóan, szerelemmel és kényeztetéssel a végtelenségig próbálja. Szórakozni fogunk? Szórakozni fognak? Hát, a nézők? Vagy sok-sok nevetéssel, kacagással? Igen, szerintem azért a humor, az erotika, azért ez nem hagyja hidegen az embert, de szépen így ez alatt egyszer csak sok minden más is remélhetőleg. És tehát, hogy úgy jönnek ki majd a nézők, tudod, de főleg akik házaspárként mentek el erre a darabra, hogy akkor most váljunk el. Tehát ez a... Viszont arra még muszáj kitérni, hogy megakadt a szemem az, hogy Léber Barbara ruhái láthatók rajtatok? A fotókon, a plakátfotókon, igen. Picit más hangulatú lesz az előadás azért. Tehát a plakátfotókat most nem tudjuk megmutatni, de ilyen gyönyörű, nagyon fekete vagány bőrszerkóban vagytok mindannyian. Igen, hát az emlékeztet, tehát az előadás bizonyos pontján lesz rajtunk majd egy olyan ruha, ami emlékeztet erre, de azért nagyon féltenénk Léber Barbara ruháit attól, ami ott történik. Jó, tehát akkor április 22-től a játékszínben meg megyünk, remélem kapunk rá jegyet. Kaptok. Jaj, de jó. Időben kell jelenteni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.